megújul a fürdő előtti tér Berekfürdőben, megújíthatjuk a gépjárműbiztosítást, haszonbérleti díjak 2020-ban, testületi ülés Kenderesen. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. december 19-én 18 óra 5 perckor. Folyamatosan dolgoznak a szakemberek Berekfürdőben, a fürdő előtti területen. A terület és településfejlesztési operatív programból egy új rendezvénytér készülhet el jövő tavaszra, amely a település turisztikai értékét is növeli. Megújul a fürdő előtti tér Berekfürdőben. A munka jól halad, a fejlesztés több funkciós lesz majd. Itt tulajdonképpen több funkció, ami most készül. Az egyik, hogy a fürdőbejárat, ami megépült néhány évvel ezelőtt Ferenc fürdőnk, annak a bejárata, hogy jobban kiemelkedjen, jobban láthatóvá lehessen tenni, arra egy rávezető út, arra az épületre mérlegesen lesz egy rávezető út. Eddig kicsit furcsán ferdén voltak a hozzávezető utak. Ebben a szakaszban, amit látszik félkész állapotában, lesz egy reménységünk szerint egy nagyon szép szökőkútunk, és sok zöld, sok növény az, amit betervezett a tervező. A pályázati forrást még 2016-ban nyerte el a település, azóta az árak emelkedtek. A település takarékoskodásra kényszerült. Amikor a topos pályázatot megnyertük, nem vagyunk egyedülben ez a dolog az országban, az jó néhány évvel ezelőtt volt, akkori tervező költségvetések alapján, és mire a megvalósításra került a sor, akkor az árak már nem ugyanazok voltak. Gondolom, ezről nem érdemes sokat beszélni, ezt tudja mindenki. És az egyik dolog, ahol tudtunk kicsit takarékoskodni, hogy azt mondtuk, hogy a sok növény, ami ide be volt tervezve, eredetileg úgy volt, hogy azt is a vállalkozó ülteti el. Azt vállaltuk, hogy társadalom munkában elültetjük a falu lakóival, ott elég sokat meg lehetett takarítani. És úgy remélem, hogy ez majd tavasszal, jövő nyáron, ősszel sokkal jobban fog látszani, hogy ez a rengeteg cserje, virág, fa, ami bekerült ide, ez sokat fog lendíteni ezen a területen. Ezt néhány héttel ezelőtt valóban társadalmi munkával ültettük el. Ez nagyon jól szokta a közösséget, több területről voltak itt a falun belül falu lakói a tervező útmutatása, irányítása alapján. Tehát ebben nem csak az a fontos számomra, hogy megépül, megszépül ez a terület, hanem egy közösségi összefogás és közösségi építő ereje is volt ennek az egésznek. A felújított terület rendezvénytérként is funkcionál majd, kisebb rendezvények megtartását tervezik majd itt. A katolikus templom irányában mindig is volt egy parkoló, az meg is marad, de annak a burkolata már nagyon rossz minőségű volt, az teljesen új burkolatot kap, a szintkülönbségek is eltűnnek a parkoló és a mellette levő térburkolat között. Tehát így a rendezvény térként egy jóval nagyobb területet tudunk használni, illetve még olyan, ami gyakorlati, praktikus dolgok kellenek a rendezvényhez, hogy egy rendezvénynél vagy sátor, vagy fa, bódé, valami szükséges, ott régebben úgy kellett külön oda vinni az áramot, a vizet, bármi, amit kellett hozzá, ezek most ki lesznek építve mellette. Ez mindenképpen a rendezvények lebonyolításánál sokat jelent. Van még a vállásban egy olyan, hogy egy elektromos autó töltőnek a helyét ki kell alakítani. Töltő az nem lesz, az nem fér már bele a pályázatba, de ha később bármikor lehetőségünk lesz rá, akkor már a helye megvan, nem kell hozzá felbontani megint a parkolót, az aszfaltot, az utat, hanem ki lesz alakítva a helye. Molnár János elmondta, hogy a munka jó ütemben halad, jelenleg térköveznek, karácsonyi 99%-osan kész lesz a pályázat. Valamennyi el fog maradni mindenképpen, részben a szökőkútnál marad el egy kis rész, amit már hideg miatt nem nagyon lehet csinálni,
illetve a növényültetésnek körülbelül a kétharmada, bő kétharmada, amit el lehetett ültetni. A többit az év munkálatok miatt nem kaptunk még szabad területet, illetve vannak olyan növények, egy nyári növények, amiket mindenképpen csak tavasszal lehet elültetni. Ez ami még hátra van. A megújult parkot valószínűleg tavasszal vehetik igénybe a helyiek és a turisták. Közeleg az év vége. Fontos időpont érkezik el az autósoknak. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás megújítására készülhetnek. Ma már nem csak januárban, hanem évközben is lejárhat a gépjármű felelősségbiztosításunk. A biztosítók kedvező ajánlatokkal várják az autósokat. A január 1-e az az időpont, amikor kötelező gépjármű felelősségbiztosítással lehet esetleg biztosítót váltani. Ma már ez egyre inkább lassan egy sztereotípiává válik, tehát ez az emberek fejében ott van, de a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási piacon már lassan 10 éve, sőt, már lehet, hogy most el is fog ez következni év végével, mert ha jól emlékszem, 2010-ben változott úgy a jogszabály, hogy az az évforduló, amikor a kötelezőt megkötjük, például amikor a gépjárművet vásároljuk, tehát már nem január 1-e, ma már egyre kevesebb autós érintett ebben. A biztosítók azok nem is biztos, hogy olyan nagyon megérzik, meg az ügyfelek is, hogy kampány van, hiszen ma már ettől nem harsog a média. Nagyon keveset lehet erről tudni hallani, azért, mert egyre kevesebb autós érintett. A biztosító társaságokat és az ügyfeleket is szabályok kötik, ha fel akarják mondani a biztosítást. Erre érdemes odafigyelni, mert utána nem tudunk biztosítást váltani. A biztosítók 50 nappal évforduló előtt ki kell, hogy küldjék az indexdíjat az ügyfélnek, azaz az évforduló után milyen díjra számíthat, és az ügyfél, amikor ezt megkapta, onnantól kezdve 20 napja van arra, azaz évforduló előtt 30 nappal, minimum 30 nappal mondhatja fel a szerződését, hogy eldöntse, hogy marad a meglévő biztosítójánál, vagy körülnéz a piacon és biztosítót vált. A felmondást évforduló előtt minimum 30 nappal el kell juttatni írásban a meglévő biztosítóhoz, és akkor lehet váltani. A biztosítási szakember szerint érdemes körülnézni a piacon, ha megkapjuk az index kötvényt. Én úgy gondolom, hogy érdemes körülnézni a piacon, nem csak január 1-én érdemes körülnézni, vagy a január 1-én évforduló szerződéseknél érdemes körülnézni, hanem hogyha az ügyfél megkapja az index kötvényét, mindig érdemes körülnézni. Szerződést felmondani csak az évforduló lejártával lehet. Ugyanaz a szabály, mint január 1-én, tehát hogyha eljött az évforduló, előtte minimum 30 nappal írásban lehet felmondani. Egyébként ez nem csak a kötelező gépjármű felelősségbiztosításra igaz, hanem általában minden más szerződésre is. A biztosítótársaság is így mondhat fel egy szerződést, és az ügyfél is így mondhat fel egy szerződést. Vál Tamás elmondta, hogy ma már a biztosítások nem drágák, egy középkorú ember átlagos biztosítása pár ezer forint. A Karcagváros Önkormányzat képviselő testülete a Karcagvárosi Önkormányzat vállalkozói vagyonában található haszonbérbe adott szántó, gyep és legelő művelési ágú ingatlanok következő évi haszonbérleti díjának mértékét az előző ülésen határozta meg. Karcagvárosi Önkormányzat vállalkozói vagyonából mintegy 1114 hektár nagyságú termőterületre került eddig meghatározásra a haszonbérleti díj mértéke. Az idejében a Kunagro 21 Kft. Által haszonbérelt közel 800 hektár termőföld vonatkozásában egyedi elbírálásba került a haszonbérleti díj összege meghatározásra, valamint év végével fognak lejárni a Karcag külterület 013-13/1, 013-13/2, 013-13/3, 013-13/4 és a 01-126/1-es helyrajzi számú ingatlanok hasznosítására kötött haszonbérleti szerződések, ezért ezen ingatlanok nem kerülnek feltüntetésre a határozati javaslatban. A Karcag városban megkötésre került haszonbérleti szerződésekben a haszonbérleti díj meghatározásánál általánosan búza egyen értékkel számolnak. Elmondható, hogy 25-45 kg őszi búza per AK per év egységgel számolva kerül meghatározásra a bérleti díj összege. A helyi értékesítési árakat figyelembe véve a malmi búza eladási ára jelenleg 40 ezer forinttól 55 ezer forint per tonna. Mindezek figyelembevételével kiszámolható, hogyha a kereskedelmi felvásárlási árakat vesszük figyelembe, a városban a termelők a tulajdonosoknak körülbelül 1000 forint per aranykorona per év és 2000
2475 forint per aranykorona per év között terjedő mértékkel számolva fizetnek haszonbérleti díjat. A városban előforduló haszonbérleti díj összegek például 10.000 forint per hektártól 70.000 forint per hektár és a 2 forint per négyzetméter. Ezen mértékegységeket átszámolva figyelemmel a terület nagyságára és az aranykorona értékre 800 forint per aranykorona és 1100 forint per aranykorona mértékeket kapunk. Összességében megállapítható, hogy a városban alkalmazott haszonbérleti díj nem mutat jelentős összegű, mértékű elmozulást az utóbbi években. A képviselő testület a haszonbérleti díj összegét 2020 évben 50.000 forint per hektár per év mértékkel számolva állapítja meg az alábbi haszonbérbe adott ingatlanok tekintetében. Ülésezett a képviselő testület Kenderesen. Helyszíni tudósításunk következik. Köszöntöm nézőinket, az előzőkben lezajlott a Kenderesen a képviselőtestületülés. Dr. Bence Miklós képviselő úrral beszélgetünk. Ön volt az, aki két napi rendet levetetett, amely az alpolgármester személyére és annak a napirendjére vonatkozott volna. Miért javasolta ezt? Gyakorlatilag Kenderesen olyan helyzet állt fenn, hogy 5 Fidesz által támogatott képviselő került be a testületbe. Polgármester úr függetlenként, illetve még egy képviselőnk függetlenként. Mindenképpen szerettünk volna polgármester úrral együtt dolgozni, hiszen a város érdeke ezt kívánja, kompromisszumokat kötni, megállapodásokat, ami alapján közösen el lehet indulni, és a város érdekeit képviselve, együtt dolgozva a város fejlődését tudtuk volna előre mozdítani. Jelenállás szerint még nem született konszenzus az alpolgármester személyét illetően. A polgármester úr azzal a javaslattal jött, hogy 2 alpolgármestert választana, de úgy gondoljuk, hogy ezt a költségvetésünk nem engedheti meg magának, nekünk feltétlen spórolnunk kellene ennek az évi 2,5 millió forintos többletnek, sokkal jobb helyét gondoljuk. Úgyhogy ezért gondoltam azt, hogy levetettük, inkább mint hogy egy szavazás történjen, hiszen elképzelhető, hogy az itt ülő emberek erőteljes felháborodása miatt a testületülés gyakorlatilag megbénult volna, nem tudtuk volna folytatni. És itt nagyon fontos napirendi pontok voltak, többek között a hivatali dolgozók fizetése is múlt a további testületülése, további folytatásán. Tehát tulajdonképpen azt láttuk mi itt, akik nem ismertük az előterjesztéseket, hogy több olyan dologban kompromisszumot kötöttek, ami a település érdekét és az itt élő lakosság érdekét képviselte, hiszen voltak olyan felajánlások is, amelyekkel önök lemondanak bizonyos tiszteletdíjukról, hogy megvalósulhasson egy rendezvény, vagy átcsoportosítottak olyan pénzeket, ami ön is mondta, hogy a dolgozói bérek kifizetése történhessen meg. Természetesen így van, mindenképpen a település érdekeit szolgálnánk. Én az ötünk nevében azt tudom mondani, hogy mindannyian a saját szakmánkban sikeresek vagyunk, tehát mi egy kvázi társadalmi munkaként végezzük ezt a képviselőséget. Ugye az elhangzott itt egy hölgy kérdezte, és erre a pénzügyi osztályvezetője választ is adott, hogy azért 31-néhány ezer forintról van szó, tehát ezt nagyon szívesen felajánljuk, hogy azt lássa a kenderesi lakosság, hogy mi nem a pénzért ülünk itt. Tehát tenni szeretnénk a városért, szeretnénk, ha a város előre mozdulna, és ezért természetesen hajlandóak vagyunk a független polgármesterrel is együttműködni. Lát esélyt arra, hogy megszavazzák az alpolgármester személyét, illetve addig még kezdeményeznek valami megbeszélést, egyeztetést polgármester úrral? Természetesen szeretnénk egyeztetni, illetve kezdeményezni az egyeztetést a polgármester úrral. Ez a jelenlegi felállás, hogy 2 alpolgármester jelöl, ez semmiképpen nem jó. Mi azt szeretnénk, ha egyet jelölne, azt szeretnénk, ha mi a bizottságok terén komoly kompromisszumokat kötöttünk, azt szeretnénk, ha közülünk jelölne 5 közül egy alpolgármestert, ezzel gyakorlatilag ő is kifejezné a velünk való együttműködési hajlandóságát, és egy másik részről is történne egy kompromisszum, mert jelenleg ez még sajnos csak a mi oldalunkon történt kompromisszum a tárgyalások során.
Bogdán Péter polgármester úrral beszélgetünk, hiszen a mai ülésen lekerült napirendre az a polgármester választás. Ön szerint mikor lesz a polgármester Kenderesen? Én nagyon bízok benne, hogy a két hét múlva sorra kerülő önkormányzati ülésünkön már sikerül a polgármestert választanunk. Én azt nagyon sajnálom, hogy a mai ülésen egyszerűen lekerült napirendi pontról is, tehát leszavazták azt is, hogy tárgyaljunk róla. Én tulajdonképpen október 13 óta folyamatosan egyeztetek a képviselőkkel, többször is nekifutottunk ennek a témának, az alakulőlésen sajnos nem sikerült választanunk. Most tulajdonképpen ugyanott tartunk, mint egy hónappal ezelőtt az alakulőlésen, tehát nem sikerült előrelépnünk. Én nagyon bízok abba, hogy két hét múlva sikerül, és onnantól kezdve együtt, közösen dolgozunk a településért a képviselőkkel együtt, és a megválasztott alpolgármesterrel együtt. Itt azért azt láttuk, hogy több olyan napirendi pontot megszavaztak a többiek is, tehát egyhangú volt a szavazat, ami a város érdekét jelenti, vagy viszi előbbre. Ezt pozitívumként értékeli? Ezt mindenképpen pozitívumként értékelem, mert olyan nagy horderejű ügyekben született döntés, mint a téli szociális tűzifa kiosztása, vagy a munkabérhitel, folyószámlahitel fölvétele, Bursa Hungarika ösztöndíjpályázat, és még sorolhatnám, tehát ezt mindenképpen pozitívumnak értékelem, hogy legalább ezekben a nagy horderejű kérdésekben együtt tudtunk működni, és egyhangulag, tehát mindenkinek a egyetértésében. Azt mondta a testületülésen, hogy nem lehet sokáig halogatni az alpolgármester kérdését. Egyébként, ha nem lesz alpolgármester két hét múlva, akkor mi a további lépés, tehát mi fog történni? Nem lehet tovább halogatni, mert egyrészt a törvény is kötelez bennünket, hogy alpolgármestert kell választanunk. Ez az helyzet, hogy most nincs egyelőre alpolgármester, ez tulajdonképpen az én mozgásteremet is szűkíti, mert ugye egyszerre több helyre kellene mennem, de nem tudok, csak egy helyre, és nem tudok magam helyett küldeni helyettest. Tehát ennyiben az én mozgásterem szűkül. Egyébként az önkormányzat az működik tovább, tehát az önkormányzat működését ez nem akadályozza, hogy most nincs jelenleg alpolgármester. Hát, hogy meddig lehet ezt, én bízok abba, hogy mondom, hogy a jövő héten ez megoldásra kerül, de ha mégse, akkor úgy tudom, hogy a megyei kormányhivatal avatkozik be, úgymond, ami azt jelenti, hogy ők is szabnak egy bizonyos határidőt, azt hiszem 15 napot, azon belül újra kísérletet kell tenni az alpolgármester választásra. Ha akkor sem sikerül, akkor úgy tudom, hogy akkor már olyan módon marasztalják el az önkormányzatot, hogy talán pénzbüntetést is von maga után. Bízok benne, hogy erre nem kerül sor, ez már a végső eset, tehát erre ne is kerüljön sor. Én magam részéről mindent megtettem eddig is az együttműködésért, én úgy érzem, hogy rajtam nem múlt az együttműködés. De ez természetesen két félen múlik, tehát a másik félnek is partnernak kell lenni ebben. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!